Köszöntök én is mindenkit Krisztus szeretetével, és hozom a családom és a gyülekezetünk köszöntését, lelkemre kötötték, hogy el ne felejtsem. Igen, ami összeköt bennünket, az a Krisztusban tapasztalt szeretet. És ez a legfontosabb, nem vallási közösség vagyunk elsősorban, hanem Jézus Krisztushoz tartozunk, aki a szeretetét olyan módon osztotta meg velünk, hogy a kereszten bűneinket szenvedett. És ez a szeretetnek a csúcsa. Amikor valaki életét adja a barátaiért, életét adja azokért, akiket szeret. És valójában az egész kereszténységnek ennyi értelme van. Ennek a szeretetnek az átvétele, és ennek a szeretetnek a megélése. Az összes többi az egy rakás, felesleges emberi erőködés, amit megpróbálunk a bizonyságtételben, és hallottuk mindannyian. Megpróbálunk, és javíthatatlanok vagyunk. Kedvesen, javíthatatlanok vagyunk. Újra és újra megpróbáljuk a saját erőnkből kivakarni magunkat abból a bizonyosból. Akárhány éve vagy hívő, vagy vagyok hívő, ezt újra és újra megpróbáljuk. Mert egyszerűen olyan nehéz elfogadni, hogy nem tehetünk semmit az üdvösségünkért. Annyira tennénk valamit, hogy magunkat fontosabbnak érezzük, holott a legfontosabbnak akkor érezhetjük magunkat, amikor megértettük, hogy az Isten elküldte egy szült fiát, Jézus Krisztus, ami bűnös életünkért. Hogy a kereszten az életét atya értünk, hogy kifejezésre jutassa az atya irántunk való eltökélt és elkötelezett szeretetét. A római levélből hoztam néhány igeverset, amelyből a meghívóra is idéztek testvéreink. Római levél 10. rész 9. versétől. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Semmi nincs itt ebben az igeversben, amit Pál apostol ír, amit neked kéne tenni, vagy amit te tehetnél. Olyan dologról van szó, amit el kell fogadni. Hittel meg kell ragadni, vagy meg lehet ragadni pontosabban. Azt jelenti az üdvözülni kifejezés, hogy meggyógyulni, életben maradni, örökké, azaz tovább élni, megmenekülni, szabadulni, megszabadulni, épségben megmaradni, hogy az épségben való helyreállást a gyógyulás által átélni. Biztonságba helyezve lenni. Üdvösség azt is jelenti, amikor üdvözít bennünket az Isten Krisztus által, hogy biztonságba helyezi a lelkünket, a szívünket és az életünket. Ő nála. És jelenti azt is, hogy győzelmesen vagy szerencsésen célba érni, megérkezni. Amikor az üdvösség szót halljuk és olvassuk, azaz Krisztus által Isten üdvözített bennünket, akkor azt is jelenti, hogy garantálta, hogy be fogunk jutni a célba. Nem a mi érdemeink miatt, nem a mi teljesítményünkért, hanem az ő kegyelméből. És ez megrendítő az emberi léleknek, szinte felfoghatatlan. És így folytatja az apostol, mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, azaz elfogadjuk azt, hogy Isten igaznak nyilvánít bennünket fia vérért, tehát nem vagy bűnös, azt mondja ránk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk, azaz megvalljuk, hogy üdvösségünk van. Az írás így szól, aki hisz őben már, mint Jézus Krisztusban, nem szégyenül meg. Nincs különbség zsidó és görög között, vagy zsidó és nem zsidó között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura. És ő bőkezű mindenki ez, aki segítségül hívja. Mert megvan írva, aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül, megmenekül. De hogyan hívják segítségül, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? És hogyan hallják meg bizonyságtevő vagy igehirdető nélkül? Látjuk tehát, hogy itt egyetlen egy dolog, amit kiemel a Szentírás, hogy hívjuk segítségül az Urat, az Úr nevét, Jézus Krisztust. Ezt többször is elmondja az apostol, már pedig ő szakavatott volt. Tehát Pál apostolt elfogadhatjuk szakértőnek, igaz? Vallásügyekben. Bólogassatok. Elfogadhatjuk. Tehát ha Pál apostol azt mondja a szakértő, akkor el kell fogadjuk, hogy ez valószínűleg így is van, igaz. A római levél 10. fejezetében az apostol egyébként a bevezetőben elmondatokat aláhúzza, tehát hogy nem tudjuk saját magunkat megváltani. A zsidók ezt megpróbálták, és kudarcot is vallottak, és mi is kudarcot vallunk, amikor a saját erőnkkel, a saját szentségünkkel, a saját jó cselekedeteinkkel ki akarjuk vívni az üdvösséget. Ki akarjuk érdemelni az üdvösséget. Kudarca van ítélve minden ilyen próbálkozás. Döbbenetes egyébként, hogy azt mondja az apostol,
a vallásos emberről, a vallásos zsidóságról, de minden vallásos emberre igaz ez, hogy elvetették az Isten ingyen kegyelemből való megigazítását, tehát hogy Isten Jézusért megbocsátja a bűneinket, és azt mondja, hogy nem vagy bűnös, elvetették, és a sajátjukhoz ragaszkodtak. Mennyire kemény és kevés tud lenni az ember a vallásosságában? Hány emberrel találkoztam már az életem során, akit azt fosztott meg a Jézus Krisztus követésétől, hogy én zsidó vagyok, én katolikus vagyok, én baptista vagyok, én nem tudom mi vagyok. És ez az önnön vallásossága, az önnön megigazításhoz való gondolata, hogy a vallás útján meg lehet igazulni, megfosztotta attól, sőt tudatosan el is választotta magát attól, hogy elfogadja az ingyen kegyelmet. Tehát, hogy elismerje, hogy segítségre van szüksége. Olyan ez, mint valaki, aki már derékig van a mocsárba, de még tapos. És azt mondja, nem kell segíteni, majd én magamat kihúzom a hajamnál fogva. Ugye ez a Münchhausen-báró effektus. Emlékszem rá 90-es években, amikor a rendszerváltás megtörtént, és nyíltak a lehetőségek, össze volt a Szovjetunió, megnyílt a lehetőség arra, hogy Kárpátalján a magyarok felé is hirdessük az evangéliumot. És több missziós úton vettünk részt Kárpátalján, egészen Munkácsig, és Beregszász, Gád, Gút, Rafajnába gyülekezetplántálás, gyerektábor, stb. És ott az egyik vezetője a csoportnak, idős lelkipásztor, mondott egy nagyon fontos igazságot, amit azóta sem felejtek el. Azt mondta, van egy nagyon rövid út, szinte egy lépés sincs, 20 cm, amit az ember az életében legnehezebben tesz meg. És azt mondja, ez az út pedig az elméjétől a szívéig terjedő araszni szakasz. Hogy ne az elméjével akarjon hinni, hanem a szívével. Mert a Biblia leírta itt, az apostol, a szakértő leírta itt nekünk, hogy nem tudunk az elménkkel hinni. Az elme nem képes arra, hogy hitre jusson. Hinni a szívünkkel lehet. Ez egy másik szerve az embernek, ami sokkal inkább a lényeg legbelső részéhez, a szelleméhez van összekötve, van kapcsolatban. Tehát innen nehezen jutunk el idáig, mert nem a felfogóképességünkkel van a baj, hogy megértsük az evangéliumot, a szavakat, amiket hallunk, hanem hogy higgyünk Jézus Krisztusban. Ez megy nagyon nehezen. Miért? Mert hinni, bízni Jézus Krisztusban azt jelenti, hogy rá kell bízni az életünket, azaz ki kell engedni a saját kis kezünkből. De mindinkább szorítom a saját kezem, mert annál inkább elveszett leszek. Tehát ki kell engednem valakinek olyannak, azaz a bocsából ki kell nyújtani a kezemet valaki felé, hogy segíts rajtam. Mert ha nem, akkor elsüllyedek, és menthetetlenné válok. Azt olvastuk a szakaszban, ha tehát száddal Úrnak való Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor megmenekülsz, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy elnyerjük a bűnbocsánatot, a megigazítást, tehát hogy Isten igaznak nyilvánít bennünket, és bűneinket Krisztusra vetve ott büntette meg, hogy nekünk ne kelljen szenvednünk, és a halált, az örök halált, a pokolt elszenvednünk, mert megbocsátást nyerhetünk, és azt mondja, szájjal teszünk vallást, hogy szintén megmeneküljünk. Tehát, hogy mondtam is, hinni nem tudunk az elménkkel, a hit képessége a szellemünkben van. Az elmének rendkívül fontos szerepe van az elemzésben, a gondolkodásmódban, utánaolvasásban. Imre ezt nagyon jól el is mondta, hogy kutatott, és keresett, és végül talált. Na de az elme által nem tudunk eljutni Jézushoz. Az elme által a mennyországba nem tudunk eljutni. Oda csak a szív szerinti hittel lehet. Ezért van egy másik út. Ez a másik út úgy szeretném érzékeltetni, hogy amikor a paraszt ember bevetette a földjét ősszel vagy tavasszal, tudom, hogy milyen vetés volt, és megállt a földje végén, és levette a kalapját, és tudta, hogy ennyit tehetett, megmunkálta, bevetette, előtte megtrágyázta, és véget ért a hatalma. És levette a kalapját, és elismerte, hogy van valaki, vagy valami, ami nálánál nagyobb, aminek ki van szolgáltatva. Lehet, nem nevezte ezt Jézusnak, meg Istennek, de érzékelte,
hogy van valami, ami több is, nagyobb nála. Ezt a szellemi érzékelésnek nevezzük. A szív megsejti a természet feletti. A kedvesed életében elindult egy változás, megsejtetted, hogy van valami, és elindultál az értelmi úton. Döbbenetes dolog, hogy na itt van szerepe az értelemnek. Az ember megsejti, hogy létezik valami vagy valaki, azaz lenni kell valakinek, vagy valaminek, ami nagyobb, mint én, elkezd kutatni. És így juthat el az értelme fürkészése folytán, hogy a szívében már nem csak sejti, hogy létezik valaki, hanem megérkezik a Golgotai kereszthez, és rácsodálkozik Jézus Krisztusban az Atya szeretetére. És akkor övé az üdvösség, övé a szabadítás. Ezekre az emberekre mondja Jézus Krisztus, akik megsejtették a természet felettét, és kutakodnak, aki keres, az talál. Aki zörget, annak megnyitatik. És aki kér, az kap. Jézus a kereső szívű embernek, aki megsejtette, hogy van valaki, hogy valami, ami természet feletti, és kutatásra szánta oda magát, utána járásra szánta oda magát, ígéretet tesz, hogy meg fog érkezni. Előbb-utóbb találkozni fog az élő Istennel. És jó volt a bizonyságtétel ebben is, amikor ezt hallottuk. A szív hite össze van kötve a Biblia tanítása szerint a vallástétellel, ezért van minden bemerítéskor vallástétel. Azt mondja az Isten igéje, hogy szívvel hiszünk, hogy üdvözöljünk. Vagy szájjal teszünk vallást az üdvösségre. Hogy is van ez? Hát a kettő össze van kötve. Ha valaki megszabadult és megnyerte a bűnbocsánatot és a gyógyulás lehetőségét, mit fog tenni? Hát elmondja azoknak, amit szeret. És hogy elmondta azoknak, akit szeret, az Isten irgalmának jó hírét, evangéliumát, az is bizonyítja, hogy üdvözül. Tehát az üdvözült ember mondja, és hogy mondja, mutatja, hogy üdvözült. Tehát ennek a tanulói lehetünk itt is, amikor testvéreink vallást tesznek arról, amit szívükben tapasztaltak, és szájukkal megvallanak. Tehát a kettő össze van kötve a Bibliában. Az üdvösség, azaz a szabadulásnak a csodája, hitbeli átélése, átvétele, és az arról való tanúságtétel össze van kötve. Egyik a másikat igazolja, és elválaszthatatlanok. De azt is mondta itt az ige, hogy aki hiszi Jézus Krisztusban, nem szégyenül meg. Hát mit jelent ez? Hány ember van, aki vallásos életében retteg a pokoltól? Retteg a kározattól? És gondoljatok bele, kedveseim, hogy mennyi vallásos tanítétel van, ami ezt a reszketést és félelmet próbálja elplántálni az ember szívében. Nem a kározat valóságának elhallgatásáról beszélek, hanem a megoldás elhallgatásáról. Amikor azt mondják, hogy a kározattól úgy tudsz megmenekülni, hogy te valamilyen vallásos cselekedetet hajtasz végre. Nem pedig azt mondják, hogy nem te cselekedtél azért, hogy megmenekülj a kározattól, hanem Isten cselekedett, érted? A fiú Isten emberré lett azért, hogy elhidd, hogy Isten szeret téged, és meg tud érteni. És mivel Istentől, a Szentlélektől született, ezért tökéletes volt, így vállalhat át a tökéletlen bűnös embernek a vétkeit, mint tökéletes áldozat. Tehát nem szégyenül meg, ez azt jelenti, hogy bizalommal tekinthet az ítélnap napja felé. Ez a reménység lehet benne, hogy meg fog állni az Isten ítélőszék előtt. Nem vagyok tökéletes, mert minden tökéletes ember a mennyországban van, tehát már meghalt. Az azt jelenti, hogy akik itt vagyunk a Földön, az még mind a tökéletesítés alatti fázisban vagyunk, és ebben hol jobban, hol kevésbé haladunk előre. Néha bukdácsolunk, néha felkelünk, de megyünk előre, törekszünk rá. De amikor megérkezünk, a Biblia azt mondja, nem szégyenülünk meg. Tehát nem fog kudarcot vallani a hitünk. És ezt a bizonyságot a Szentlélek beírja a szívünkbe, és megújítja, és meg is frissíti. A Jelenések könyvében erről a találkozásról, a megérkezésről szólva, a Biblia a mennyei világról, az Isten országáról, a mennyei királyságról szólva így szól. Íme az Isten sátora az emberekkel van. És ő velük fog lakni, mint annak idén az Édenkertben, hogy közössége volt Ádámnak és Évának az atyával. Ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. És figyeljünk, nem szégyenül meg, és letöröl minden könnyet a szemükről. És halál sem lesz többé. Sem gyász.
sem jajkiáltás, fájdalmas jajkiáltás, vagy önmagunk miatti jajkiáltás, vagy mások miattól elszenvedett fájdalmak miatti jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Tehát amikor azt mondja az írás, hogy és nem fog megszégyenülni, ezt is jelenti. Hogy mindaz, amiben hitt és remélt, az beteljesedik. Az ott igaz lesz. És személyesen fogja tapasztalni. Aki tehát segítségül hívja az Úr nevét, megmenekül, üdvözül. Pál hangsúlyozza, hogy nem a törvény cselekvése ment meg, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit menti meg az embert. De egy dolgot meg kell tenned. Egy dolgot meg kell tenned, és ezt nem hallgathatom el ma sem itt. És ma erre lesz lehetőség. Segítségül kell hívnod az Úr nevét. Mit jelent ez? Elismered, hogy ő az Isten. Ő nagyobb, mint te vagy. Ő az Úr. És amikor az ő nevét hívjuk segítségül, a Jézus Krisztus nevét elfogadod, ő az Isten fia, aki a bűneidért meghalt és szenvedett. Azt mondja, Úr Jézus, ments meg. Lehet csak ennyi a te imád. Úr Jézus, ments meg. Szükségem az a kegyelmedre, a bűnbocsánatra. Kérlek, ments meg. Úr Jézus, ments meg. És a Biblia azt mondja, aki segítségül hívja az Úr nevét meg. De hogyan hívják segítségül, akiben nem hisznek? Ugyanakkor hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak, és hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? Na, ezért kell gyülekezetbe járni. Ezért fontos a személyes bizonyságtétel. Mert az aki, Pál apostol szavai szerint, ezek mi vagyunk, akik már találkoztunk Jézus Krisztus, és a Biblia azt mondja, a rajtunk keresztül megszólal Jézus Krisztus. Nem ember szólal meg, amikor tanúságot teszünk Krisztusról, maga Jézus szólít meg bennünket. És egymáson keresztül. Az ige hirdető által meghallható Jézusnak a szava. Ma itt is. Az ige hirdetés által meghallható maga Jézus. Hogy higgyenek abban, akit hallanak. Akinek a szava eljut hozzájuk. Akit megértettek, akire hallgatnak, akit meghallgatnak. És Pál másik helyen így ír, ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és egy új jött létre. Ez az újjászületés csodája, egy új érzésvilág, új gondolkodásmód, új belátás, új érzelmek. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával. Úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta ennek a békéltetésnek az üzenetét. És figyeljünk, mit mond az apostol nekünk itt ma. Tehát Krisztusért járva követségben, azt mondja Pál, mint a Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennek. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Két alkalommal is itt van Pál apostol, tolából származó és a Szentlélektől ítletett igében a kér szó. Hol van itt az erőszakosság? Hol van itt egy olyan Isten, aki erőszakosan kényszerít téged bármire? Kér, kétszer is. Mint ha Isten kérne általunk. Mondja az apostol, Krisztusért kérünk. Miért? Azért, mert parancsolva nem lehet hinni. Mert parancsszóra nem lehet szeretni sem. Mert parancsszóra bízni sem lehet senkiben. Az evangélium ezért nem parancs, hanem lehetőség. Az evangéliumban Isten nem megparancsol valamit nekünk, hanem kérlel. Hogy ne legyen hiába Krisztus áldozata az életünkre nézve. Isten kérne általunk, milyen különleges dolog ez. Bensőséges, bizalmas beszélgetésre maga mellé vonni. Mint ha Isten maga mellé vonna most téged, és a lelkedre akarna beszélni. Hogy el ne vesz. Krisztusért kérünk, ebben pedig benne van a könyörgés. Milyen csodálatos dolog, amikor imádkozik valaki értünk.
Nekem a dédnépám volt, aki imádkozott értünk. Ő már nem élt, amikor mi megtértük. Milyen ereje van annak, amikor a Szentlélek indít valakit, az üdvözült lelket, és ráhelyezi a felelősségét a másik életnek, hogy imádkozzon érte. Könyörögjön érte. Indítatva van a Szentlélek szeretetétől, a felelősségérzettől a másik emberért, hogy imádkozzon érte. És tudom, hogy ma, akik itt vagyunk, miértünk is imádkoztak a gyülekezet közbenjárói. Imádkoztak a barátaink, ismerőseink. És most is imádkoznak az debreceniek is. És amikor azt mondja Jézus Krisztus, hogy tegyetek tanítvánnyal minden népet, ebben pedig az van benne, hogy mindenkihez menjetek el, és akik csak nyitottak, hívjátok Jézushoz. Személyválogatás nélkül. Személyválogatás nélkül. Az Atya Istenről pedig így szól Pál, és ő bőkezű. Bőkezű mindenki ez, aki segítségét hívja. Milyen sokszor olyan beteg képünk van az Istenről. Ugye szoktam használni a képet, a magyar mondás, Isten nem ver, bottal. De ver. Tehát akkor most hogy is van? Mit is gondolunk az Istenről? Amikor ér bennünket valami csapás, akkor hajlamosak vagyunk, nem azt nézni, hogy milyen bolondságot csináltam és beszéltem, hogy mi az én felelősségem egyből? Hát Isten csapásra sújt. Emlékszem egyik kedves ismerősömre, aki második gyermekét temette el. Oda mentem hozzá a sír mellett. Megrendítő pillanat volt ez. Azt mondja, mit vétettem? Azaz, mit követtem én el, hogy gyerekem meghalt? És mondtam neki, te semmit. Ne engedd, hogy gyötörjön az ördög. Hogy a gyászodra még gyötrelmet is adjon. Hogy még magadat okold. Nem elég annak az elvesztése, hogy gyereked meghalt. Még okoljad is magadat. És aztán még egyszer találkoztam el, és még megerősítettem abban, hogy a vigasztalás a Krisztusban van. És ő tud erőt adni neki a nyomorúság elhordozásában, a gyász elhordozásában. Nem biztos érteni fog mindent. De van valaki, aki osztozik a fájdalmában. Ő bőkező mindenki ez, aki segítségű hívja. Segítségű hívod? Kész vagy imádkozni? Nézzétek, mit mond az Isten. Mennyire nem olyan az Isten, aminek sokszor mi gondoljuk, vagy amilyennek láttatják. Egész nap kitártam karjaimat az engedetlen és ellenszegülő név felé. Az Atya. Emlékszem, sétálni voltunk tegnap, az unokánk megütötte magát, nem akart jönni, papa, vegyél fel. Mondtam, ideig gyere el, és fölvesz, papa. Elfáradtam már, eddig vittem, hogy akarba. És megütötte magát, ott állt, és akkor gyere ide kicsi. És aztán a nagymamája még elé is ment. És felvette. Nem ilyen az Isten? Hogy nem csak passzívan kitárja a karját felénk, hanem még elénk is jött. Elhagyta a menny dicsőségét, hogy megkeressen téged és engem. Hogy egyáltalán ezt az üzenetet, amit ma elmondtam, hirdetni lehessen, hogy szeret az Isten. Kész megbocsátani. A fiát büntette a mi bűneinkért. Csak hisz ő benne bűnbocsánatot nyert, és Jézus feltámadásának ereje ott lakozik az életébe, és ő is élni fog örökké. Imádkozzunk most. És én hívlak titeket, akik készen vagytok, hogy segítségül hívjátok ma az Úr nevét. Magatokban imádkozzatok, kérlek, és aztán pedig én szeretnék imádkozni, vagy lehetőséget is szeretnék adni arra, hogy valamilyen módon kifejezzük az ilyen módon való istenkeresésünket, vagy mellette a döntésünket. Csendesedjünk most el, és imádkozzunk magunkban. Hívjuk segítségül az Úr Jézus drága nevét. Maradjunk így becsukott szemmel, szeretne velem együtt imádkozni, és segítséget jelent neki az imádság, és egyetért vele az. Kérem, szívében
mondja magában utána, mondatról mondatra. Teremtő Isten, köszönöm, hogy te adtál nekem életet. Bocsáss meg nekem. Bocsáss meg bűneimet, vétkeimet. Köszönöm Jézus Krisztust, a te egyszülött fiadat, aki életét adta az én bűnös életemért. Hiszek benned, Jézus. Hiszek benned, mint Isten fiában. Mint bűneimért szenvedő, és meghalt Isten fiában. Bocsáss meg. Állíts helyre az életemet. Mindenható Isten, köszönöm, hogy gyermekeddé fogadt Jézus Krisztusért, és örök élettel ajándékoztál meg. Kérlek, segíts, hogy neked tetsző életet élve, kövessem is Jézust ezután. Amen. Amen. Ki az, aki imádkozott most velem, és elmondta ezt az imádságot, vagy magában imádkozott, és segítségé hívta az Úr Jézus nevét? Emeljétek magasra a kezeteket, kérleteket. Halleluja, dicsőség az Úr Jézusnak. Köszönöm szépen. Bátorítalak titeket, hogy tovább Krisztus követésének útján, ami megbánhatatlan. Barátaim, DJ voltam, sok pénzt kerestem, és mondták, mikor megtértem, hogy jaj, majd jössz közénk. Hát 1992 óta várják, és néhány közülük jöttek közénk. Úr Jézus áldjon meg titeket. Köszönöm szépen, hogy megtartottatok.